Szokatlan eszközzel érkezett a budapesti faültetési program 10.000. fájának elültetésére Tarlós István főpolgármester. Nem is a földmunkához kellett a megafon, egyből odalépett vele Tordai Bencéhez, a Párbeszéd képviselőjéhez. Ne hozzon levelet! Az ellenzéki politikus Karácsony Gergely főpolgármester jelölti vitára szóló meghívását akarta átadni. A maguk főnökét nem vitáról kell, kérdezni, ne lögdösön. Nem vitáról kell kérdezni, mert össze-vissza hazudik, azt jegyezze meg és ezt továbbítsa, a választáson jól meg fogom verni a maguk hazudós Tutyimotyi Tétova mama kedvence főnökét. Elvállalja. Viszontlátásra! A szürreális közjáték itt nem ért véget. A két politikus arról vitatkozott, hogy részt kellene vennie Puzsér Róbertnek és Berki Krisztiánnak is egy jelölti vitán. A Fidesz és ne az ellenzék jelöltje között fog eldőlni ez a választás. Minden jót kívánok! További jó hazudozást, nem állunk fejfej mellett, minden jót menjen el. Egy ponton már személyeskedésbe csapott át a szócsata. Tarlós István megpróbálta elkezdeni a sajtótájékoztatót, de nem jutott sokáig a beszédében. A bolond uram, menjen az orvoshoz. Mi történt pontosan? Tisztelt miniszter úr, tisztelt vezérigazgató úr, tisztelt megjelentek. Megjelentünk. Akkor kérem szépen, hogy mindenki álljon maga, a sajtótájékoztatóra. Miért nem a főnöke állít? Ki a gyáva? Ide küld egy ilyen bolondot, mint maga, miért nem ő jön ide? Ki a gyáva? Meghívta személyesen egy vitára, meghívta írásban, meghívta e-mailben, meghívta Facebookon, minden formában felkért önt egy vitára, maga meg fut, gyáván menekül Karácsony Gergelyről, mert tudja, hogy nem tud kiállni egy vitára, nincsenek eredményei, nincsenek elképzelései, és nincs önállósága. Nem Budapestet képviseli, nem a budapestieket képviseli. Az utcai kiabálósdi első felvonása tegnap történt, akkor egy párbeszédes aktivista próbált választ kicsikarni Tarlós Istvánból. Le kellene folytatni a vitát, és kellene egy át, vagy egy bét mond elnézést. Mire jöttem magával? Át, vagy nem köpödök. Ez egy papintatot. Tarlós István ezzel a tegnapi esettel indokolta, hogy ma megafonnal készült.